Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, előttem pedig a Xiaomi Redmi Note 3 Pro phablet, illetve mobiltelefon készülék, és akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a SIM-tárcánkat használni, mivel hogyha esetleg dual SIM-es készülékként, vagy esetleg egyszimes készülékként microSD bővítéssel akarjuk használni. Valójában nincs bonyolult dolgunk, ha a készülék velünk szembe van, akkor a bal oldalán ugye van nekünk a SIM-tárcánk. A szintű segítségével ebbe a kis mélyedésbe, hogyha bedugjuk a szintünket, akkor kipattan a szintelcenk, és ha kipattant, akkor láthatjuk, hogy két helynek van kialakítás. Ide tudjuk berakni a mikroszimünket, és ide tudjuk berakni a nanoszimünket, teljesen értelemszerűen. Ki van alakítva hely a szimkártyáknak. És utána már csak be kell tolni a SIM-tárcánkat. És már dual SIM-es készülékként tudjuk használni a Xiaomi Redmi Note 3 Pro phabletünket, de hogyha esetleg nem dual SIM-es készülékként akarjuk használni, akkor csak annyi dolgunk van, hogy a nano SIM-ünket ki kell kapni a SIM-tárcából, és a microSD-t berakjuk így fektetve a helyére. De valójában a SIM-tárcának ott a fém részén teljesen jól le van ez rajzolva, vagy mit hogyan kell beillesztenünk megfelelően, és utána betoljuk a... Hopp, csak azért legyen benne. És utána betoljuk a SIM-tárcánkat, így már ugye bővítettük microSD-vel a készüléket, és egyszimes készülékként fogjuk használni a Xiaomi Redmi Note 3 Pro phabletünket. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról ezzel a kis érdekességgel, sziasztok!